Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Farkasné Ivett vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Farkas Tibor vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtt én gyógyszertári asszisztensként dolgoztam, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Porcsalmáról érkeztem, Szabolcs-Szatmár-Beleg megyéből a férjemmel, két kisgyermekünk van. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, immár 5 éve, mert egy nagyszerű lehetőséget láttunk meg benne már akkor. Ugye nem tudtuk még pontosan, mi vár ránk az elején, de éreztük azt, hogy ez az, ami kell nekünk. Nagyon sok helyen megfordultunk, nagyon sok előadót, spirituális előadót hallgattunk, mielőtt a PPH-hoz kerültünk, de valami mindig hiányzott. Valahogy nem akart az életünk változni, akárhogy csináltuk, akár merre mentünk. Futottuk a köröket feleslegesen. Igen, és hát 5 évvel a hátunk mögött igencsak nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és elmondhatatlanul hálásak vagyunk a fentieknek, hogy ide terelték az utunkat, ehhez a csodálatos közösséghez, mert a mai világban nagyon-nagyon fontos egy biztos háttér az embernek, és főleg egy olyan háttér, ahonnan pozitív dolgokat kap, ahol csak a jót... Támogatást. Igen, a támogatást, a jót kapjuk, szeretetet, a pozitív energiákat, és mi pont egy olyan társaság vagyunk. És csodálatos érzés személyesen találkozni a csapattársakkal, tanulótársakkal, és nyilván Szedlacsik Miklóssal és családjával, mert elmondhatatlan érzés az, hogy mennyi szeretetet, mennyi pozitív energiát kapunk. Annyira feltöltődünk már a nap elején, hogy azt el sem lehet mondani, olyan csodálatos érzés közétek tartozni. A Nyílt Akadémia által, képzései által az életemben sok, majdnem minden területén tudtam elérni pozitív változásokat, és hál' Istennek egyre több visszaigazolást is kapok innen-onnan, hogy jó úton járunk. Mi október 1-e óta vagyok otthon, és csak a PPH-val foglalkozom, nyilván a háztartás gyerekek mellett, és nemrég beszéltem a kisfiam tanítónénijével, és mondta, hogy azóta annyi pozitív változást lát a kisfiún, hogy olyan jó volt ezt hallani visszaigazolásként, és azt is, hogy érezzük magunkon, hogy változunk, hál' Istennek, pozitív irányban. Sok ember, sok más emberen is azt látjuk, hogy változnak. Itt tényleg változnak az emberek, ezt látjuk, igen. Nem? Bizony. Bizony, és van, aki óriási változásokon megy keresztül. És ugye mindezt Szedlacsik Miklósnak köszönhetjük a nagyszerű, fantasztikus képzései által, ugyanis itt megismerjük, nem ismertük önmagunkat. Meg hát nagyon kevés az az ember, aki ismeri önmagát. És ha önmagunkat nem ismerjük, akkor hogy ismerjük a másik embert meg? És ő tényleg az életünk minden területére olyan tudást nyújt, hogy,
hogy az hihetetlen. Minden, bármilyen kis problémánk felmerül, nem jutunk ötről a hatra, akkor fordulunk Miklóshoz, és bizony, hogy eddig mindent meg tudtunk oldani a segítségével. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönöm. A PPH előtt számítás technikai foglalkozásom volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Én is Polcsamán élek a párommal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, családi helyzetem házas, és van 2 kisgyermekünk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert már az első előadás megtekintése közben nagyon megtetszett az aranykor eszméje. Azt gondoltam, hogy végre itt van egy olyan szervezet, és végre itt van egy olyan vezető és tanítómester, Szedlacsik Miklós személyében, aki valóban képes és tud is azért tenni, hogy egy sokkal jobb világban élhessünk, és végre szeretet, béke és boldogság legyen a bolygón. És úgy gondoltam, hogy ebben én is szeretnék részt vállalni. Nagyon tetszett még az is, hogy itt végre teljes körű az életem mind a 10 területére kiterjedő eltitkolt tudások és módszerek által egyre boldogabb életet élhetek, sőt, ebben másnak is segíthetek. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító coach képzései által az életemben jobban tudok bánni önmagammal, a párommal, a gyerekemmel, a szülőmmel és a többi emberrel is. Megismertem a küldetésem, amiért megszülettem, és végre tudom azt, hogy miként tudom be is teljesíteni ezt. Korábban önbizalom, önértékelési és önbecsülési problémáim is voltak szép számmal. Aztán nem tudtam kiállni saját magamért, és nem tudtam kiállni másokért, vagy egy fontos ügyért sem. Szerettem volna nagyon segíteni másoknak, amire tettem is kísérleteket, hogy tudatosabb, boldogabb életet tudjanak élni, de nem tudtam, mi lenne a legjobb módszer erre. Az itt kapott tudások és módszerek által az életem végre itt indult el a helyes irányba, amit hálásan köszönök Szedlacsik Miklósnak, mesterünknek. Ha kérletesen szeretnék fogalmazni, akkor a PPH Nyílt Akadémia előtti életem olyan volt, mintha egy mocsárban, a problémák és nehézségek végtelen mocsarában lassan, de biztosan süllyedtem volna egyre mélyebbre és mélyebbre a többi emberrel együtt. Valójában abban az illúzióban éltem a mocsár tengerben az életem, hogy látszólag minden szép és jó, és ha gond van, akkor majd csak lesz valami. Majd csak megment a többi ember valahogy, vagy a munkahely, vagy leginkább az állam, a kormány. Majd csak megoldódnak a dolgok maguktól. Mikor már megszoktam a mocsarat, azt gondoltam, ez a normális. Ha mások is így élnek, akkor biztos ez a helyes élet. De nem lett jobb. Maguktól nem oldódtak meg a dolgok, sőt, egyre több olyan mocsári helyzettel kellett szembenéznem, amit utólag belátom, hogy képtelen voltam helyesen kezelni, és csak süllyedtem tovább. Aztán történt valami egészen váratlan. Egyszer csak a semmiből ott volt egy kéz. Egy nagyon határozott és rendkívül biztos és erős kéz. Szedlacsik Miklós mesterkeze volt az. Ő volt az, aki segítő kezet nyújtott nekem. Ennek ellenére egy jó ideig sajnos halogattam, és nem tudtam, mit tegyek. Miért? Mert már mások is nyújtottak segítő kezet korábban, és mégsem tudtak engem kihúzni a mocsártengerből. Mégsem tudtak engem megmenteni, és ezért nem mentem velük semmire. De valami mégis azt sugta, ez most más lesz. Nagyon más. Aztán rájöttem, mit veszíthetek vele, ha megnézek a mestertől egy előadást? Vagy akár több előadást? Aztán akkor és ott az első előadás után már meg is hoztam egy nagyon fontos döntést. Megfogom az ő kezét, megragadom a lehetőséget, megragadom az esélyt, és kérek tőle segítséget is. Megkérem őt, hogy húzzon ki engem a problémák végtelen mocsártengeréből. Persze tudtam,
hogy nekem is kell tennem, nekem is akarnom kell magamon segíteni azért, hogy a mocsárból sikerüljön kikerülni. És ő végül kihozott engem abból a mocsárból, ahová én már soha többé nem akarok visszamenni. Sőt, most már egyre inkább másokat is képes vagyok a mocsárból, a problémák és nehézségek végtelen mocsarából kihúzni sok más itt tanulóval együtt. Feltéve persze, ha ugye akik nem itt tanulnak, ők is hoznak egy, vagy illetve te is hozol most, aki most éppen ezt hallgatod, hozol egy minél előbb egy nagyon fontos döntést, miután megnéztél pár előadást, és szeretnél a PPA Nyílt Akadémián tanulni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetők küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Köszönjük! Szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Hát, ha nem itt ülök is. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. De azt nézzük meg, hogy miért is tartunk képzéseket. Tehát ez onnan indul, hogy nem tudom, te hogy voltál gyerekkorodban, mennyire emlékszel rá, én kristálytisztán emlékszem arra, hogy én gyerekkoromban azt szerettem volna, hogy majd felnőttként ne átlag emberként éljek. Tehát én nekem az nem volt minta, hogy átlag ember. Jó, volt egy szerencsés helyzetem, hogy 12 éves koromtól szüleim vállalkoztak. És láttam, hogy milyen mértékben változott meg pozitív irányba az életük. Ahhoz képest, ahogy alkalmazottként élték az életüket. Ez még akkor, ugye a vállalkozások kezdetén ez úgy indult, hogy szakcsoport. Ha ez annak idején emlékezetes számotokra, illetve ugye azok, akik ezt már esetleg megélték. Szóval a lényeg az, hogy vállalkoztak, és láttam, hogy jobban alakul az életük, de minden téren. Tehát ők nagyon sokat veszekedtek, de onnantól kezdve kevesebbet. Tehát rendszeres veszekedés volt, nem heti szinten, hanem hát úgy átlagosan olyan 2 naponta összekaptak. Valamin. Ugye, hát anyu az erőteljes hölgy volt világ életében, hát de apuból is kihozta az erőteljességet. Elég hamar. És ugye a védekezésből támadott vissza apu. És ezáltal én még óvodáskoromban verekedésüknek is voltam szemtanúja.
Tehát ami azt jelenti, hogy hát elég érdekes életet éltek mondjuk úgy 12 éves koromig, mert ugye az összes testvére azt mondta anyunak, hogy miért nem válsz el a férjedtől. És anyu nem vált el, és mondom én, alapvetően hétvégeken találkoztam velük, mert nagymamámnál voltam, hogy ne kelljen minden nap 4 órakor kelnem, és 7 éves koromtól kerültem a szüleim szárnya alá teljes egészében, de akkor is 3 generációs családként, tehát a szüleim és a nagyszülőm az összeköltözött, de olyan házat vettek, amiben 2 külön bejárat volt. És hát utána azt láttam, hogy 7 éves koromtól már nem csak szombat-vasárnap láttam, hogy mennyit veszekednek, hanem már hétköznap is. És hát lényeg az, hogy onnantól láttam sokkal jobb életet a szüleimtől, amikor közös vállalkozásba fogtak. Tehát ugye nem egy helyen dolgoztak előtte alkalmazottként, hanem teljesen külön, de mind a kettő végül is bőrrel foglalkozott. Csak apu kesztyüket csinált, jellemzően divatkesztyüket. Akkor annak idején anyu meg ilyen nyúlszőr kikészítő volt. De teljesen más hely. Tehát a bőr az nem esett távol ugye tőlük, ezért ugye a bőrre alapozva elkezdte közös vállalkozást indítani. És mondom, az lényegesen változtatott az életükön úgy, hogy ők nem tanultak semmilyen olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy az ember jól bánjon mondjuk. Nézzük, mivel. Hoppá, erre. Mondjuk önmagával, vagy a párjával, vagy a szüleivel, vagy a más emberekkel, vagy a pénzzel. Nem tanultak ilyeneket, de ebből a 10-ből egyet se. És mégis azért, mert közös vállalkozásuk lett, az életük pozitív fordulatot vett. Most gondold végig, a te őseid is valószínűleg régen, valószínűleg a háború előtt közös, a mai értelembe vett vállalkozást működtettek. Vagy közös földjük volt, tehát és földdel foglalkoztak, azon termeltek. Vagy volt egy boltjuk, vagy volt egy valamilyen szolgáltatás, nyújtásuk, vagy állatot tartottak, és abból éltek, de közösen csinálták, és besegítettek ebbe a közös vállalkozásba, ugye a teljes család. És ugye én is ezt kezdtem el látni, ugye 12 éves koromtól. És te meg valahogy gyerekként nem biztos, hogy ezt láttad, de már ugye serdülőként láttam, ugye a serdülőkor elején. De abban biztos lehetsz, hogy az őseid azok vállalkoztak. A mai értelemben vett vállalkozásuk volt, amit az imént felsoroltam. És az tuti, hogy a te őseid nem vitatkoztak annyit, amikor közös vállalkozást műveltek, nem vitatkoztak annyit, mint mikor 2 külön helyen voltak alkalmazottak. A mondjuk a te szüleid. Tehát biztos, hogy a szüleidnek közös vállalkozása lett volna, akkor kevesebb konfliktust, több kommunikációt, több
együttműködést, és több szeretetet láttál volna a szüleid részéről. De ha nem dolgoztak együtt, tehát nem volt közös vállalkozásuk, akkor biztos, hogy nem túl sok ilyen dolgot láttál. Tehát például azt láttad, hogy ahelyett, hogy kommunikáltak volna, mondjuk nézték a tévét. Ahelyett, hogy együttműködtek volna, mondjuk az egyik dolgozott, a másik meg éppen nem csinált semmit. Vagy ahelyett, hogy szerették volna egymást, ahelyett ezt nem nagyon mutogatták ki. És akkor gondold végig, egy ilyen mintát hoztál, vagy egy ilyen dolgokat tanultál el a szüleidtől, és ezáltal neked az a természetes, hogy te is nem közös vállalkozást működtetsz a pároddal, hanem ő ott dolgozik, te meg amott. És hazamentek, mi a közös téma? Hát mind a ketten panaszkodtak a munkahelyre. De ez nem közös téma. Na most van nálunk egy szabály, ugye, hogy a negatív kommunikáció, az egymással szemben folytatott negatív kommunikáció, úgy nevezzük, hogy keresztvonalazás. Tehát akkor mondhatjuk, amikor hazajöttök a munkahelyről, és panaszkodtok a munkáról, a munkahelyen történtekről, panaszkodtok a másiknak, akkor éppen keresztvonalaztok. Mert a másiknak lehet, hogy éppen jó hangulata volt, te meg a panasz áradatoddal, hát már elérted, hogy ne legyen olyan jó hangulatba. Szóval lényeg az, hogy te most az életed, inkább úgy mondom, hogy ti nektek, ha párban éltek, akkor az életednek az ellensége vagy, vagy a barátja. Mert én azt látom, hogy addig, míg az emberek közös vállalkozást csináltak, alig volt válás. Amióta az emberek külön-külön alkalmazottak itt-ott-amott, azóta a válások mértéke iszonyú mértékben megszaporodott. Tehát még egyszer kérdezem, te most a saját életednek az ellensége vagy, vagy a barátja? Hát ha barátja vagy az életednek, akkor azt ki is kellene mutatni. Akkor olyan dolgot kellene csinálni, amit együtt tudsz csinálni a pároddal, nem? Vagy szeretsz szenvedni? Tegye már föl az a kezét, aki szeret szenvedni. Nézzetek körül, kéz van fönn? Nem, nincsen. Tehát nem szeret senki sem szenvedni. Akkor miért csináljátok? Nem azt mondom, hogy állandóan, hát úgy időnként. Mire jó, hogy időnként szenvedsz? Rendszeresen. Valamilyen rendszerességgel. Mire jó? Tehát most gondold végig, nem jobb lenne, hogyha a pároddal lenne téma állandóan? Nem jobb lenne, hogyha lenne egyetértés? Mert ugye a közös kommunikációból tud lenni a közös egyetértés. Az egyetértés pedig létrehozza a szimpátiát, a szeretetet. Tehát miért kell, vagy kellene bárkit is rábeszélni arra, hogy a párjával amennyire csak lehet jóba legyen? Miért? Nem az lenne a természetes, hogy a pároddal amennyire csak lehet jóba legyél? De nem tudsz jóba lenni a pároddal,
hogyha nincs közös témátok. Érted? Mert ha nincs közös téma, még egyszer mondom, miben tudtok egyetérteni? Tehát gondolkozz, miért jó az neked, hogyha úgy olyan szenvedősen éled az életedet, mint ahogy élik az emberek a világban, amit látsz. Miért kellene úgy élni bárkinek az életét, ahogy a többség éli? Miért? Ha a többség szenved, neked miért kellene szenvedni? Hát szenvedjenek a tudatlanok. Nem? Hát hogyha a tudás eredményezi azt az életet, amit igazából szeretne az ember élni, akkor miért nem teszed meg érte azt, amit meg kell tenned? Miért gondolkodás kérdése az, hogy te úgy éld az életedet, ahogy szeretnéd? De azt nem tudod megcsinálni, ugye olyan fajta módon, mint ahogy most az átlag emberek élnek. De úgysem tudod megcsinálni, ahogy az átlagos vállalkozások csinálják. Az átlagos vállalkozásban általában az egyik fél tevékenykedik, a másik nem biztos. Ezáltal ugyanolyan probléma van, mint a két külön helyen lévő alkalmazottal. De akár, mit tudom én, egy cégnél lévő két alkalmazott és párban vannak, az sem az ő vállalkozásuk. Ezért nem nagyon eredményez közös témát. Szóval lényeg az, hogy van egy olyan lehetőség itt nálunk, hogy szervezés a tanulók részére. Tehát ugye mit szervezünk? Nem is az a lényeg, hogy szervezünk, hanem az a lényeg, hogy ugye nekem van kapcsolatom a fentiekkel. És a fentiek azt szeretnék, hogy az emberiség fejlődjön. De nem technikailag, technikailag már fejlődik bőven, hanem szellemileg fejlődjön. Tehát az azt jelenti, hogy az egyének egyre tudatosabban cselekedjenek az életükben. Tehát ezt szeretnék. Azt szeretnék, hogy ezeken a területeken az emberek jól tudjanak bánni ezekkel a területekkel. És boldoguljanak ezeken a területeken. Mert úgy működik az ember, hogyha ezeken a területeken problémák vannak, amit nem tud megoldani, akkor az illetőknek az érzelmi világa lejjebb csúszik. Tehát ami azt jelenti, hogy nem pozitív érzelmi világa lesz, hanem negatív érzelmi világa. Tehát az azt jelenti, hogy elkezd mindenhez negatívan hozzáállni. Azért, mert problémák vannak az életében, nézd meg, ha nem hiszed, amikor problémák vannak az életedben, akkor elkezdesz egyre inkább, minél nagyobb problémák vannak az életedben, érzelmileg egyre negatívan hozzáállni dolgokhoz. Ha minden rendben van az életedben, akkor pedig pozitívan állsz érzelmileg a dolgokhoz. És ugye ők azt szeretnék, hogy ha az ember tudatosodik, akkor képessé válik arra, hogy érzelmileg mindenhez pozitívan álljon az ember. Ez azt is eredményezi, hogy az ember érdeklődő legyen, nyitott legyen, cselekvő legyen, mert ez úgy működik, hogy minél rosszabb állapotú valaki, hát annál inkább nem tesz pozitív dolgokat. És annál inkább hajlamos arra, hogy ne tegyen semmit. Tehát semmit. Ugye, míg az ember el nem jut például a depresszió szintjére, ahol gyakorlatilag nulla cselekvés folyik. Szóval a lényeg az, hogy ugye ők azt szeretnék, hogy fejlődjünk mi emberek.
És nem csak most szeretnénk, nem csak mostanában szeretnék ezt, hanem már több mint 7, hát pontosabban 7 évszázada. Tehát 7 évszázaddal ezelőtt szerezték meg a naprendszerünket. Oké? Tehát az 1300-as években szerezték meg a naprendszerünket, és azóta szeretnék, hogy az emberiség fejlődjön. Na most, de a fejlődésnek akadályai voltak. Az akadály pedig a múlt, és az akadály a technika szűkössége. Ez volt a két akadály. És ezt a két akadályt nem lehetett egyik pillanatról a másikra leküzdeni, hanem fokozatosan lehetett leküzdeni. Ami annyit jelent, hogy sajnos a múltat még mindig nem lehet leküzdeni, mert az emberek, ha megnézed, nem a jelenben élnek, hanem a múltban. Most az, hogy az a tegnap, vagy a 25 évvel ezelőtt, ez ebből a szempontból most részletkérdés. Tehát az emberek nem a jelenben élnek, hanem a múltban jellemzően. Tehát az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a gondolatok azok nem a jelenre vannak koncentrálódva, hanem a múltra vannak koncentrálódva. És ez okoz egy nagy problémát, de a technika az megoldódott. Tehát ami azt jelenti, hogy miért kellett a technika? Mert hiába volt a Föld történelmében hatalmas lángelmék, hiába voltak óriási tanítók, nem jutottak el az emberek többségéhez, csak szűk csoportokhoz. És az a baj, hogy a saját életükben nem tudták azt elérni, hogy egy komolyabb csoporthoz eljussanak. Tehát egy komolyabb létszámhoz, az emberiség egy komolyabb létszámához eljussanak. És amikor meghaltak, az összes tanítónak átírták a tanításait. Mindnek. Nem egyszer, nem kétszer, hanem minél nagyobb távlatokat nézünk, annál többször. Ezáltal azok a tanítások, amit ők átadtak egy viszonylag a társadalom egy szűk rétegének, élőben átadták, azt fogták, és az utódok, akik tovább vitték azokat az elveket, idézőjelben elveket, azok a kényük kedvére módosították és megváltoztatták a tanításokat. Mindenkiét, aki volt. Az életükben nem volt változás, amikor meghaltak, rövid időn belül elkezdték az összes tanításukat megváltoztatni. Na most, ezáltal bárki a megváltoztatott tanokból már tanult, képtelen volt elérni olyan fejlődést, mint amire számított, mert nem az igazságot tanulta. Érted? És nem tanult, mert sok esetben úgy változtatták meg, hogy fogták, kivették belőle a módszereket, hogy az emberek ne tanulják meg a módszereket, hogy nehogy véletlenül megváltoztassák az életüket maguktól. Na most mondok példát, hogy értsétek. Ma a coachingolásból több tízezer ember él a világban. A coachingolások díja, az forintra átszámítva olyan 3000 forinttól lehet számolni óránként, és akár 200 000 forintig lévő díja lehet számolni óránként.
200 000 forint óránként. Coachingolás. Na most, a legtöbb coaching, ami a Földön van, az a párkapcsolattal kapcsolatos. Most képzeld el, itt tanultunk olyan módszert, amivel a párok helyre tudják hozni a kapcsolatukat egy nagyon kis segítséggel, tehát nem folyamatos coachinggal, egy nagyon kis segítséggel, úgy, hogy maguk hozzák helyre, módszerrel. Érted? Tehát gondold végig, az azt jelenti, hogy a coachokra, a párkapcsolati coachokra nem lesz szükség. Érted? Vagy legalábbis nem olyan formában, mint ahogy eddig szükség volt. Na most, ezt most miért mondtam? Ez meg gondold végig, hogy máshol az az érdek, hogy minél több pénzt szedjenek be az emberektől, minden tanításért, minden segítségért. Itt meg az emberek egy jelképes összegért olyan dolgokat tanulnak, amivel saját maguk meg tudják változtatni jó irányba a saját életüket. Érted? Tehát ezt gondoljátok végig, ez azt jelenti, hogy az összes olyan helyen a világban, ahol a tanító az önzetlenül tanított, az átment az utódláskor, tehát akik tovább vitték azt a tanokat, azokat a tanokat, azok már mind üzletből vitték tovább. Tehát Pál, amikor megalapította az egyházát, tisztán üzleti alapokból alapította meg. Világos ez? Bárki, aki az ellenkezőjét állítja, az hazudik. Oké? Na most, lényeg az, hogyha megnézed, még nem olyan régen indult vallások esetében is, ha egy kis rálátásod volt, az indító és a jelenlegi, ugye az indító elhatározása utáni vezetés különbségét meg tudod nézni, akkor azt látod, hogy ég és föld különbség van közte. Tehát például én voltam úgy képzésen, annak idején, még a 90-es években, hogy azóta az olyan képzést körülbelül 30-szor annyiért tudod elvégezni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a világon az oktatást, akik nem önzetlenül, hanem utódlásként csinálják, az mind az üzlet miatt csinálja. Nem egy olyan emberrel beszéltem, aki oktatónak tartja magát, vagy láttam, lehet, hogy nem beszéltem, hanem láttam a neten. És valahogy nagyon érdekes, mert az életük területei ezek közül több nincs rendben. Érted? Nekem ez a 10 területem rendben van. Nem most, már egy jó ideje. Érted? Nem azt mondom, hogy mindig rendben volt. De akkor, mikor nem volt rendben, nem is az volt a fő tevékenységünk, ami most. Oké? Már abba is piacvezetői pozíciót tudtunk elérni. Tehát lényeg az,
hogy az ember, amikor foglalkozik tanítással, akkor például itt, mit tudom én, mondjuk leadom a képzéseket, ugye beszélek arról, amit szeretnék mondani meg, amit küldenek, és utána mondjuk valakivel beszélgetek, aki itt tanul, segítek abban, hogy az élet az jó irányba haladjon, és könnyebb legyen sokkal, mint előtte volt, és elkezd könnyebbé is válni az élete, de én nem kérek ezért pénzt. És az itt tanulóknak a közvetlen vezetői sem kérnek pénzt. Ezt most csak azért mondom, hogy tisztába rakjuk ezt a kérdést, hogy mi azért csináljuk, amit csinálunk, mert én azért vagyok itt, hogy ez az emberiség minél nagyobb százaléka, az bekerülhessen egy átmeneti társadalmi formába, és onnan pedig beteljesíthesse a küldetését. Minden egyes ember. Mert a földre született embernek az a küldetése, hogy egy magasabb létformába kerülhessen. Lehet, hogy te azt gondolod magadról, hogy az állattól származol. Hát ha így gondolod, én megtartalak ebbe a hitedbe. Ugye nagyon sokan biológiából tanultuk az evolúciót, emlékezzetek. Itt a nyugati társadalomban nagyon sokan azt gondolják, hogy a majomtól származunk. Oké. Okay. Vagy legalábbis valami olyan fajta majomtól, ami már kihalt. Hát aki ezt tanítja, én azt gondolom, hogy higgye csak ezt magáról. Én meg kikérem magamnak. Oké? Okay. És nekem semmi közöm a majomhoz. Nem tudom, neked mi közöd van hozzá, de remélem te is kikéred magadnak, nem? Én annál egy sokkal, de sokkal magasabb rendű lényhez tartozom, amit úgy hívnak, hogy Isten. Érted? Na most azért gondold végig, a majomtól származni, vagy az Istentől származni, azért ez óriási különbség, nem? De aki akarja, nyugodtan higgye azt, semmi gond nincs ezzel, hogy ő a majomtól származik. Hát de én mégis úgy gondolom, hogy valahogy jobb azt hinni, hogy az ember az Istentől származik, nem? Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem tegnap származtunk az Istentől, hanem a testünket megnézzük, Istenek hozták létre. Hozzánk képest Istenek, érted? Tehát most nem az Atya első számú főistenről beszélek, nem. Ahonnan az összes lélek fakad, nem arról beszélek. Hanem azokról az istenekről, akik magasabb létformába élnek, mint mi. Tehát magyarul sokkal fejlettebbek, mint mi vagyunk. De ez csak a test. Tehát eleve a testünk is az Istentől származik, de nem Istentől, mert ez rossz kifejezés. Istenektől származik. Tehát nem egy Isten csinálta a testünket, hanem ez olyan, mint egy kísérleti kutatóban sem egy ember kísérletezik, hanem egy csoport kísérletezik. Világos ez? Tehát úgy képzeld ezt el, hogy felsőbbrendű lények egy csoportban,
csoportja létrehozta az embert hosszas kísérletezés útján. Magát, a testet. Olyan alkalmassát tették, hogy be tudjon fogadni egy értelmes energia lényt. És ez az értelmes energia lény a mi lelkünk, ami közvetlenül az Isten, a Teremtő Isten, az Atya Istentől származik. Közvetlenül. Na most onnantól kezdve lehet ezt is hinni, vagy nyugodtan hiheted azt is, hogy te a majomtól származol. Semmi gondom nincs ebben nekem. Nem az én problémám, tudod, hanem a tied. Szóval lényeg az, hogy mivel ugye nem a majomtól származok, hanem még a testem is eredendően, mint bárki másé, ugye Istenek hozták létre, kísérletezték ki. De itt van ez a jelenlegi testem. Ez a szüleim adománya. Ők összerakták azt, amiük volt. De valószínű, hogy a te szüleid is így csinálták. Bár most már, ahogy hallom, lehet másként is gyereket csinálni. Tudsz róla? Már női termékenyítő donorok vannak, nem csak férfi. Képzeld el. Már nők adják el a petesejtjüket, és más nők, akik nem tudnak egészséges petesejtet létrehozni, beültetik egy idegen nő egészséges petesejtjét, és kihordja egy másnak a petesejtjéből származó gyereket. Érted? Tehát nyugaton, például Csehországban már ilyen fajta üzlet van, hogy a nők eladják a saját petesejtjeiket. Az egészséges petesejteket. Tehát ugye azt tudtuk, hogy a férfiak eladják a saját ivarsejtjeiket, de ez már egy komplett üzlet. Tehát ezért mondom, hogy már simán születnek úgy gyerekek, hogy már nem is a szülei génjeit örökli. A szülő az csak egy hordozó. Képzeld el. Tehát például az egyik se ivarképes, se a nő, se a férfi, ezért vesznek egy érett petesejtet, érted? Egy petesejt bankból. Tényleg. És vesznek egy érett ivarsejtet, lombikba összerakják, beültetik aki anya szeretne gyereket, érted? És kihordja egy olyan gyereket, ami nem attól az apától és nem attól az anyától származik. Na erre varjatok gombot. Na ez nem Isten játszás, akkor mi a manó? És egyébként borzadály. Gondold végig. Na szóval lényeg az, hogy jó, ebből csak a kivételeket mondtam, mert ugye mi még hála Istennek nem így születtünk. Még jó, hogy nem így születtünk. Mi még úgy születtünk, hogy hagyományos módon. Nem? Tehát tényleg anyu meg apu összerakta azt, ami neki volt. Klasszikus módon történt a dolog. Szóval a lényeg az, hogy de mielőtt leszülettem, kiválasztottam a szüleimet. Még úgy, hogy az előző életem tudása az bennem volt. Te is pontosan így voltál egyébként, nem csak én. És
bevállaltam azt, hogy mit fogok tenni ebben az életemben. Tehát egy fő célt bevállaltam. Hát én mondhatom azt, hogy a bolygón az egyik legnagyobb célt választottam. Vállaltam be. Amit csak ember bevállalhatott. Na most, hasonló bevállalást ezen a bolygón nem nagyon csinált sok ember. De hogy még kevés se, az is biztos. És én bevállaltam azt, például, hogy lesz két gyerekem. De ezt te is vállaltad. Meg is házasodnak. Ezt is. De azt is bevállaltam, hogy olyan tudást és képességeket nyújtok az embereknek, ami ahhoz kell nekik, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ilyen tudást. Miért? Mert ez jobb, mint nem szeretetben, békében, tehát mint békétlenségben, tehát nem szeretetben, békétlenségben és boldogtalanságban élni. Tehát annál sokkal jobb, nem? Tehát nem ezért születtünk, hogy békében, szeretetben és boldogságban éljük le az életünket. Nem ezért születtünk. Nem erre felé kellene haladni mindenkinek. Persze sokat tesznek azért bizonyos emberek ezen a bolygón, hogy ne a béke, szeretet, boldogság felé haladjanak az emberek, hanem a békétlenség, nem szeretet, és a boldogtalanság felé haladjanak. Mi meg sokat teszünk azért, sokat tehetünk azért, hogy a szeretet, béke és a boldogság járja át az emberek életét. Érted? Teljes egészében. És nem ez lenne a normális? Tehát az a normális, hogy az emberek úgy élnek, ahogy látod, hát nem. De az a béke, szeretet, boldogság korszaka nem jön el magától. Ahhoz kell tenni. Tehát az úgy hívják a pontos mai értelmezésében, hogy aranykor. Egyesek szerint már aranykor van. Tehát már nem kell megcsinálni, mert az van. Nem mi szerintünk, jó? Tehát maradjunk ennyiben. Sőt, az emberiség jelen pillanatban távolodik. Az aranykortól. Tehát az aranykor az egy átmeneti korszak. Ha megnézed, egy magas lelki szint kell hozzá, a hatodik lelki szinten jut be az ember az aranykorba. Nyilván akkor tudunk bejutni az aranykorba, ha sokan megyünk be. És az úgy indulna, hogy először egy terület vonul be az aranykorba. Utána egyre nagyobb és nagyobb területek a bolygón elkezdik követni az aranykor működést. És ennek ugye van egy határideje, Tehát 2035-re kell olyan tudatossá válni, hogy képesek legyünk az aranykorba bekerülni. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, mit tudom én, pár ezer emberrel, vagy pár tízezer emberrel. Tehát millióknak kell, tízmillióknak kell bejutni, százmillióknak. Mondhatjuk azt, hogy az lenne a legjobb, hogy milliárdok jutnának be az aranykorba. Tehát az embernek két választása van most a saját életében. Vagy bejutsz az aranykorba, vagy ezen a bolygón
Nem lesz több ilyen típusú reinkarnáció 2035 után, mint ami most van. Tehát nem lesz az, hogy elszúrtad az életedet, de nem baj, majd itt a Földön a következő életedben megpróbálod kijavítani. És ha nem javítottad ki a következő életedben, nem baj, majd kijavítod az utána következő életedben. És ha nem javítottad ki akkor sem, nem baj, majd az újra következő életedben kijavítod, hiszen már nem olyan nehéz ez az élet itt a Földön, hát tele van minden műszaki eszközzel, mindent megcsinálnak helyettünk, már alig kell valamit dolgozni, csak kapjuk az alapjövedelmet, hát milyen jó lesz, hát nem kell gyakorlatilag semmit az életünkbe tenni, fölrakunk egy virtuális szemüveget, és már úgy érezzük, mintha tök jól éreznénk magunkat. És azt gondolják emberek, hogy majd így életről életre szépen kihúzzuk. És tudod, mit csináltak erre a fentiek? Ezt nektek! Elkezdtek jó ideje csinálni egy bolygót. Az univerzumunk szélén, ugye a világegyetemben több univerzum van, a mi univerzumunk szélén. Egy Földhöz hasonló univerzumot, bolygót, bolygó is van abban a... Na, az univerzum szélén van egy Földhöz hasonló bolygó, ennyi, jó? Megcsinálták, kész. Oké? Miért kellett kihelyezni az univerzum szélére? Mert minél távolabbi a lények energiája, annál kevésbé hat azokra a lényekre, akik azon a környéken élnek. Tehát mondok példát. Ha tételezzük fel, a környékeden, a környékedre, ahol te laksz, beköltöznének arabok. Érted? És ott a környéken már mindenki arab lenne, te úgy költöznél el onnan, mint a húzat. Érted? Miért? Mert az ő energiájuk hatna rátok. Érted? Méghozzá nem pozitívan, hanem negatívan. Tehát gondold végig, ők sok száz éven keresztül gyakorolták a lustálkodást. A genetikájukban hordozzák a lustálkodást. Miért? Mert meleg van. A melegben az ember nem szívesen dolgozik. És hát sok száz éven keresztül nem volt légkondi. Oké? Okay? És hiába kellett olyan helyen dolgozni, ahol nem sütött a nap, de ott is meleg volt. Tehát lényeg az, hogy mi egy olyan világban élünk, jelenleg itt a Földbolygó egy olyan világban van, ahol a magas szintű energialényeknek sokkal magasabb a rezgésük, mint a miénk. Mi is tudnánk úgy rezegni, emberek, mert a világegyetemben egyedülállóak vagyunk, hogy ilyen széles tartományban tudunk rezegni. Teljesen egyedülálló az értelmes lények között. Sőt, az aztán végképp egyedülálló, hogy egyszerre tudunk két rezgést generálni. A két agyféltekénknek köszönhetően, a két különböző agyféltekénknek köszönhetően tudsz egyszer egy nagyon alacsony rezgést, akár téta rezgést létrehozni, és tudsz egy nagyon magas rezgést, akár a létderűs nyugalmának a rezgését létrehozni. Egyszerre.
Na ebben a világegyetemben teljesen egyedülállók vagyunk, emberi lények. És gondold végig, illetve van egy másik ilyen párhuzamos univerzumban lévő bolygó, ahol szintén ez van, de az egy más kérdés, ott már aranykor van. Szóval lényeg az, hogy ott már aranykor van, itt meg még nincs. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy különlegesek vagyunk. Tehát szükség van ránk arra, hogy a lelkek fejlődjenek, mert emiatt a kettős elme működés miatt az ember létrehozza saját magának a problémát. Még nem is kell hozzá egy másik személy. Nem tudom, ezt tapasztaltad-e. Hogy létre tudsz hozni úgy problémát magadnak, hogy nem kell hozzá egy másik személy. Na most ebben egyedülállóak vagyunk, mert ugye a magas szintű energia lényeknek hát kell egy másik lény, amelyik problémát okoz. Nekünk nem kell. Ezáltal sokkal rövidebb időszak alatt sokkal több problémát tudunk megélni. Ezért nem hosszú az életünk. És ugye miért nem lehet itt tovább inkarnálódni? Mert az emberek alacsony rezgése, az gondot okoz a fentiek magas rezgéséhez. Tehát az gondod végig, a világegyetemben különböző rezgésű lények léteznek. Értelmes lényekről beszélek. Tehát vannak nagyon magas rezgésű lények, mint a mi isteneink, és vannak nagyon alacsony rezgésű lények, és ez társadalomban vannak szerveződve. Na most, ha egy nagyon magas rezgésű társadalomban nagyon alacsony rezgésű lények élhetnek, akkor annak a társadalomnak, a magas rezgésű lény társadalomnak a rezgése lecsökken. Tehát a két rezgés hat egymásra. Oké? Ami azt jelenti, hogy nekik alacsonyabb lesz a rezgésük, és ezáltal könnyebben megtámadhatók az alacsony rezgésű lények által, és elfoglalhatók azok a területek az alacsony rezgésű lények által. Világos voltam? Na most ezért mi itt már, amikor a Földet létrehozták, akkor ez volt az univerzumunk széle. Most már, hát eléggé bent vagyunk az univerzumban, mert az univerzumunk az jócskán kiépült. Ugye létrehoztak az univerzum szélén egy földszerű bolygót, nem a Föld a név, neve, és létrehozták azt, hogy oda lehet inkarnálódni, még nem most, 2035-től, oda lehet inkarnálódni azoknak, akik nem akarnak bekerülni az aranykorba. De hozzáteszem, hogy ugyanilyen feltételekkel. A feltételek az, hogy mielőtt leszületsz, törlik az előző életi tudásodat, kiválasztod azt a családot, amit előtte mielőtt törölték, kiválasztod azt a családot, amiben beszületsz, azzal a különbséggel a mostani életvitelünkhöz képest, hogy kőkorszakból indulunk. Hát, illetve nem mondom, hogy indulunk, indulnak az emberek, jó? Ott. Tehát magyarul tanultuk, milyen volt a kőkorszak, ugye biológiából, vagy történelemből, mind a kettőből, és hát cudar nehéz. Egy kőkorszaki ember átlag élete az kb. 30 év volt, vagy 25. Na most, oda be lehet újból születni, de általában egy bolygót, amikor
emberiséget teremtenek a bolygóra, akkor körülbelül egy olyan 100 családdal indítanak. Tehát körülbelül 200 emberrel. És akkor lehet számogatni, hogy mondjuk ha nem kerülne be mondjuk 7 milliárd ember, akkor 7 milliárd ember mikorra ér oda, hogy megszülethessen. És addig hol lesz? Hát addig a létközi állapotban dekkol. Ami egy virtuális valóság. A virtuális valóságra már készítik föl az embereket, ezzel a virtuális készülékkel, amit az ember a fejére rak. És olyan, mintha a valóságban lenne. Azzal készítik fel, hogy amikor az illető meghal, akkor a létközi állapot, a tartós létközi állapot, az neki ne legyen újdonság. Nem kell ezt elhinni, amiket én mondok. Semmi gond. Majd emlékezz rá, amikor megtapasztalod. Jó? Ugyanis meg lehet kérdezni azokat az embereket, akik évek vagy évtizedek óta ismernek engem. Hogy hány dolog történt olyan, ami nem következett be? Egy se. Amiről beszéltem, hogy be fog következni, az mind bekövetkezett. Érted? Na most nekem semmi problémám azzal, hogyha te nem hiszel nekem, az nem az én problémám, tudod, hanem a tied. Ennyi. Tehát én tudom azt, hogy nem fog mindenki bejutni az aranykorba. Ezt én tudom. És hogy milyen arányban nem jutnak be az emberek az aranykorba, az csak tőlük függ. De mi megteszünk mindent azért, hogy ezen a bolygón tényleg aranykor lehessen. És az aranykornak az a legfontosabb része, hogy nem lesznek elnyomók. Érted? És amikor az aranykorba leszel, már viszonylag jól fogod kezelni a múltbéli negatív eseményeid következtében kialakult jelenbéli nem optimális reakciókat. Érted? Tehát te a jelenben reagálsz nem optimálisan. És azért csinálod ezt, mert a múltban voltak negatív történések, ami nem engedi, hogy a jelenben optimálisan reagálj. Oké? És az aranykorban már fogod tudni kezelni ezeket a múltbéli nem optimális reakcióidat. Mert ezek a nem optimális reakcióid születésedtől fogva gyűlnek, sőt, lehet, hogy tegnap is csináltál ilyet. Szóval lényeg az, hogy ezt az ember meg tudja tanulni, hogy hogyan kezelje. És ura tud lenni a negatív érzelmeinek. Hát gondold végig, nem lenne jó, hogyha uralkodni tudnál a teljes egészében a negatív érzelmeiden? A pozitív érzelmeiden meg minek uralkodni? Azon nem kell. Csak a negatívan. Szóval lényeg az, hogy eltelt az idő. Ránéztem az órára, és úgy láttam, hogy nem 10 perc telt el, vagy 12 kezdős óta. Vagy lehet, hogy 12 perc telt el. Szóval, hát gondold végig azokat a dolgokat, amit most elmondtam. Vajon van neked helyed egy olyan közösségbe, ahol az emberek jól érzik magukat, olyan dolgokat tanulnak, amit tudnak az életükben használni, tanulnak módszereket is? Vajon
Jó lenne egy olyan közösségbe lenni, ahol el tudod érni a pároddal azt, hogy közös vállalkozásotok legyen, és mondjuk közösen szervezzetek tanulókat, és közösen vezessetek embereket. És minél több embert szerveztek, minél több embert vezettek, annál több lesz az a vállalkozói jövedelmed, amiből meg tudtok élni. És egy idő után, akár viszonylag rövid idő után is, abból tudtok élni szabad emberként. Vagy jó neked az az élet, amiben eddig éltél? Legyen igényed egy jobb életre. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon jó volt veletek együtt lenni itt egész nap. Találkozunk ugye hétközben is, hát csak nem mindenkivel, aki most eljött természetesen. Remélem, ti is úgy éreztétek, hogy jó volt itt lenni. Szeretlek benneteket, mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesternek ezt a fantasztikus képzést. Mindig fantasztikus a képzés, de mikor így személyesen együtt vagyunk ennyien, így meg aztán még fantasztikusabb. Hát életünk legjobb döntése volt, hogy 5 évvel ezelőtt csatlakoztunk, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy nagyon minden nap hálát adunk a teremtőinknek, hogy egy ilyen csodálatos és szeretetteljes közösséghez tartozhatunk. Köszönjük! Azt javaslom neked, ha ezt az előadást követted, vagy már láttál korábban több előadást is, hogy te is hozz most egy fontos döntést, és csatlakozz hozzánk tanulónak. Most nagyon kedvező feltételekkel kezdheted el. Keress egy számodra szimpatikus PPA szervezet a Facebookon, és vedd fel vele minél előbb a kapcsolatot, hogy segíthessen. Mit veszíthetsz vele, ha most elkezded? Személyesen garantáljuk neked, hogy életed egyik legjobb döntés lesz. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy megtiszteltél bennünket részleteleddel, és várunk szeretettel tanulónak. Még egyszer megköszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy a szeminárium házigazdái lehettünk. Nagyon hálásak vagyunk ezért, ezért is. És megköszönöm nektek is az együttműködést, és az sok szeretetet, amit kaptunk tőletek, és a sok pozitív energiát. És minden jót kívánunk, nagyon sok sikert mindenkinek, és széles utat hazafelé. Szeretünk benneteket! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!